túrázunk Miskolcon, különleges helyre érkeztünk. Horváth Imre, mentorunk mindjárt el is fogja mondani, hogy mit látunk most éppen itt a zöldön túl. Igen, hát ez a te számodra mindenképpen egy különleges hely, mert te kevésbé ismered Miskolcot, de lehet, hogy a miskolciak számára is meglepő lesz, sokan vannak, akik a városnak ezen a részén nem közlekednek, ezért nem is nagyon járnak erre. De hogy hol is vagyunk, pontosan jobbra tőlünk az Avas, balra a Varga-hegy. Ezt a területet pedig úgy hívják hivatalosan, hogy Magas-hegy, nem véletlen az elnevezés, hiszen ez az egyik legmagasabb pontja a városnak az Avashoz hasonlóan. És akkor mondhatnám azt is, hogy Miskolcnak a második számú kilátó pontján állunk, ugye jobbra tőlünk az Avas, és ott látszik, hogy körül egy szintben vagyunk a kilátónak a teraszával, tehát körülbelül ugyanakkor a magasságból látjuk a várost, mint hogyha a kilátónak a teraszán állnánk. Ami szempontból a kilátó szerencsésebb, hogy előtte abszolút üres a plac, itt ugye minket most meglepett néhány fal, miatt nem tökéletes a kilátás, de hogy mennyire használják kilátópontként az emberek ezt a részt, az abból is látszik, hogy éppen az előbb ment el egy párocska, aki megálltak itt az autóval, kiszálltak, és ők is néhány percig belefeledkeztek a látványba azért, ami itt van. Közvetlenül előttünk a egykori leninkuászati műveknek a legnagyobb csarnokai állnak. Most a hátunk mögött a hideg sor van, illetve itt a dombtetőn a zsidó temető, és akkor itt tulajdonképpen már az Avas. Itt is elég sokan meg szoktak állni, hogy egy kicsit innen így körülnézzenek, az innen is elég szépen látszik a város egy jó része. Ugye itt látszik igazán, hogy hogy is van az, hogy a Bükknek az ölébe belehajlik Miskolc. Ott látjuk a Árpád utcának a bérház sorát, hogy elindul. Ami itt velünk szembe van, ez a két magas kémény, ez a Miskolci Hőszolgáltatónak a hőközpontja. Valamikor még 10-15 évvel ezelőtt még innen működött a városnak a komplett távhőellátása. Itt szemben láthatjuk, ahogy a miskolciak ismerik, ez a Halna. Legalábbis régen így hívták, hogy Halna. Tulajdonképpen ide hordták ki a fölösleges, semmilyen módon nem használható kohósalakot. Itt ugye van egy vasúti sín, ami végigmegy a városon, és akkor így gyakorlatilag a vonatról leöntötték a salakot. Este is volt kiszállítás, és amikor már sötét volt, és kihozta a vonat a kósalakot, és leborította, és annak a közepe még izzott, és az izzó kósalakot, amikor leborították, akkor az így gyakorlatilag megvilágította ezt a teljes környéket. Tehát itt nem mondom, hogy nappali világosság, de ilyen narancssárga világosságba fénybe borult az egész környék. Rettenetesen szállt a por. Például, ha kiteregeted a ruhákat száradni, mondjuk reggel és este beszedted, azért azon rajta volt a por, amikor még működött a Halna. Jó darabig itt állt ez a nagy salakhegy, nem nagyon volt vele terve senkinek, aztán elindult több ütemben a revitalizációja a területnek. Elég sok kósalakot felszedtek innen, jóval magasabb volt az épületeknek, hogy van a teteje, attól magasabbra is ért a salakhegynek a teteje. Innen nagyon sok salakot elvittek autópálya, illetve főutaknál útépítésbe, alapba került bele. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, illetve kövess Facebook és Instagram oldalunkat.